Érkezik Aga, Lordi, Impi és Panis. Anyus, elkapja a Bencus túloldalt a Nikit lepkehálóval. Ti maradtok pálya, elindultok és gyerünk körbe a kicsin extra hosszan. És menjenek egy olyan vadászkát. Ezt is hajtsd, nem maradj el 500 kilométerre. Van a kézbe. Niki, téged elkap a Bencus a túloldalt lepkehálóval. Jobb biztos, ami biztos. Érted? És ott van és sétál veled addig, időben jó vagy. Addig sétál veled, míg ők le nem mennek, legalább látod a cilukákat. Kapkodtam és szárat akartam hozni, én készültem. Csak elfelejtettem gyorsan a kapkodásba, hogy hozok egy szárat, és abban sétáltatok volna. Ám bár hazajönne. Hát, drágáim, ez van. Mit csinálsz? Gyula trappal a pályába, de szóltam neki, hogy 5 vadállat fog érkezni, figyeljen oda. 5 tigris. Friss a faszom. A faszom aludt. 2:30-kor lejövök, bazdmeg, és fönnhagytam a telefonomat. Azt ülök a kanapén, mint egy idióta, az még el is szundítottam, vagy mit csináltam. 6-10-kor meg, jaj, mondom, te jó Isten, mi van? De nem baj, világosodik, úgyhogy indulunk előbb most már. 6-10-kor kinéztem, és világosodik. Úgyhogy nincs kegyelem. Elérjük azt, hogy 6-kor már nyergelünk. Na, ügyik legyetek, és a Bence átmegy, ott megfog téged, sétálgattok addig, semmi nincsen. De mondom, még egyedül is haza tudnál vele jönni, de jó, megvárod őket. Időben jók vagyunk. Hát elugrunk már, akkor nem galocsasz a második, hanem egy pindurkát már olyan über, azt aj, de szép fokozatosan. Nincs kegyelem. Azt mondom, én is megyek. Nekik ez a dolguk. Nekem is. Ügyikén nem elmaradok. Indulhattok, drágáim! Tehát Niki, Paniszka okosodik. Hopp, nem vittél venyigét. Úgy. Úgy mehettek nyugodtan, azaz, fölmegy az. Gyerünk! Tehát Niki, Panisz, Impi, Lordi és Aga. Niki kiszáll a túloldalt, és ők érnek még egy vadászkát. Hát nem lett egy tarhonyaszárító jó idő. Még előbb szemerkét is ilyen hódarás valami. Amiben lehet, hogy eső, na erre megint rájön. Ez van, gyerekek. Szemen nézd meg, hogy mondom, bemondom az időjárást, hogy legalább nem esik erre, abba a pillanatban. Ilyen szerencsé. Úgyhogy nem jelzett több időjárás jelentést. Hallgassa mindenki a Duna TV-n. Vagy rádióba, hogy nem tudom. Nem a rakos telefonban mindent tud. A mai világban. Na érkeznek a cilukák, tehát újra elmondom lóneveket. Van itt Aga, Lordi, Impi, Panisz és Niki. Niki zárja a sort, ott elkapják lepkehálóval. Nem kéne, de jobb a béke ott, és akkor szépen ők jönnek még egyet. Egyenlőre. Ügyes a kis csapat. Szépek vagytok. Ügyike vagy, ott majd a Bencus megfogy, látod a melót legalább. Hopp, jó. Kicsit megsengolt itt a táblát. De szépen beáll ő is a sorba, csak egyenes szedjen magára. Az a sok álmom közül az egyik, hogy jó fölhízzan. Teszik egyenlőre. Na jó, Bencus elkapja Nikit, illetve megfogja, ugye egyedül maradt, mint Csikó. És hazajönne, de nem akarom, hogy inkább ott megfogja addig, míg körbe mennek, aztán ide. Bencus nekem nagy segítség mindig. Hát, igen, ezt akartam mondani, hogy aki nekem az életembe, még aki közel állt hozzám, az se segített negyedének a negyedét se. Sőt, akik közel álltak hozzám, azok nem segítettek semmit. Érdekes. De érdekes az élet, baszod. Nagyon, nagyon. A Bencus mind éjjel fölhívta. Bármikor. Bármibe, bármikor is segítőkész. Érdekes. Persze ő is közel áll hozzám, én nem azt mondom, csak hogy úgy vannak, akik közel állnak, és semmit nem várhat senkitől. Na, ott megfogja, elkapja. Há, ilyen az élet, gyerekek. Sokszor úgy filozofálok így magamban. Megfejteni sok mindent nem tudok, hogy mi miért van. Nem tudom. Elég érdekes világ. Lett van, és megmondom, hogy lesz is. Ez már itt nem javul sem erre, gyerekek. Nem akarok pessimista lenni, félre ne értsen senki. De nem. Na, várja Bencus. Ott van? Hol a Bencus?
káros, vagy én vagyok hülye. Ott a Bencú, csak olyan picik, hogy pont ilyen erdő van mögött, ami sötét, és akkor nem látni. Jó, na, induljatok, mi van ott? Piglit húznak, hogy mit csinálnak. Hogy indulás, drágáim, gyerünk. Jaj, a kicsikém, hogy nyerítget, tehát jó van, ez van. Most így jött ki, hogy a Niki is el tudja menni, ugye? Remélem, hogy sikerül neki minden okosan. De most így, mert első lapra kijön, akkor itt volt három csík, aztán abban lemegy. De mindegy, nem, semmi pánik. Azok induljanak már ott el. Na, végre. Igen, így kijön az udvarba, egyedül trappol 6 órán keresztül, ha kell. De így, hogy elválasztod őket, ugye, elmegy mindenki, és ő ott egyedül marad, akkor egy kicsit úgy persze nyerítgetett is, keresi a többit, mi hogyan, aztán mondom, ne legyen baj, de így pont. Én gondolkodok előre minden. Szépen megfogja Bencus, addig ezt csókolom, aztán csatlakozik. Jaj, picurkám! Jaj, de ari vagy! Na, még neked korai így menni, mint ő nekik, úgyhogy neked még ez elég egyenlőre. Egyfolytában elindult. Olyan aranyosak, igen, mert én a lelki, hát én lelkis ember vagyok, nagyon egyből átérzem a lelki világát mindenkinek, lovaknak is. Teljesen, hogy mire gondol, mit érez, akármivel. Új csikók ide jönnek, jaj, először itt vannak megriccenve, mi történik, egyebek. Nem is gondoljuk, hogy egy ló, hogy észrevesz, hogy idegen emberek vannak ott. Tehát teljesen más minden. Nagyon észreveszik. Hiába ugyanolyan box, ugyanolyan ember, ugyanolyan villa, minden más, ők észrevesznek mindent. Hogy mások az emberek. Emberek már nem. Azok már más világ, ott azok már nem vesznek észre semmit. Csak amit akarnak, és érkezik a kis csapat. Na itt a szívem. Tessék, Aga. Lordi. Hú, az anyád, de jó vagy. Panis. Panis, Impi és Panis. Ó, gyerekek. Tetszik, tetszik. Szegény kicsikém, hogy megilletődött. Akkor még lehet, hogy jobb is, hogy meg... De normál. Mindegy, így sétálunk velük, azt jönnek mindjárt. Jó, próbálj meg itt bóklászni. Engedd előtt, mert most már ezek mindjárt jönnek. Itt vagyunk, ha valami olyan, akkor inkább megfogunk. Épp mondom a videóban, hogy a lelki dolgokat úgy át tudom venni. Ha mire gondol, ugye elmentek a többiek. Ja, itt vagyok egyedül. Nagyon izé vagyok ilyenre. Érzékeny is nagyon, de erre kis babám. Hát neked tiszta az orrocskád aránylag, baba. Aránylag, de azért nem baj, jöjjön ki, azért jövöget ki belőle, így, hogy dolgozik. Padikban nem, de itt már igen. Na láttad őket, milyen jól mentek? Lordika kell egy kis fenyige, csak annyi, a lapockára, semmi más, egy kis fenyige kell neki. Jó, ott van a te csapatod, nem az, ott, ahova néztél előbb. Jó van. Érdekel. Gyerekek, nekem nagyon tetszettetek. Neked is, Panis? Nagyon húz. Kurva anyját, majd mutassa meg ott benn, bizé, kincsen park. Amikor a speaker mondja, hogy kasarat, kurva anyját. Vagy ott, Agakán. Vagy ott, Lordi. Vagy ott ez a gyönyör, egyre szebb különben a izé, Impi, és a legfrissebb ez a kettő, a Lordi és az Impi a karámba. Csak szólok, hogy mindenre figyelek. Egy szögre, egy... Tetszik is, mondom, az 94-es a mama, 94 és felett. Hát megbassza a kurvanyát, ha felét nem megy. Nyer 8 zsét. 8 darab zsét versenyt. Menjetek inkább, mint hogy megzavar. Na ügyessen. Ügyik voltatok, nagyon köszönöm szépen, tetszett. Ne rohanj annyira, haló, megy galoppot, megy a vége. Na. Ügyik legyetek, drágáim, majd!